Regőiben immár 13. alkalommal került megrendezésre a hagyományőrző főzőverseny, amely nem csak a helyieket szólítja meg, hiszen egyre több a vidéki főzőcsapat. Minél több nevezőt várunk, nincsenek nevezési díjaink, és van pörkölt kategória, lehet sütni, vegyes ételek is készülhetnek, és egyre többen jönnek. Mindenhonnan most már Budapest, aztán tavaly voltak a Dunakanyarból is, Visegrádról is voltak vendégeink, és mindenki jól érzi magát, Sükörzsről jönnek is, és egyre többen, egyre messzebbről. Az első főzőverseny 16 csapattal indítottuk. Elmondanám, hogy szakadt az eső, sűrű sárba dagonyáztunk, és nagy sikerrel. És a másodikon ott már többen, 23 csapat volt, ott viszont már tudtunk egy kis műsort összerendezni, úgyhogy egy ifának a platóján volt a színpadunk, és egyre nagyobb sikerrel van, egyre több látogatónk van. Figyelembe kell vennünk a fiatalok igényeit is, és természetesen az idősekét is, úgyhogy mindenkinek megpróbálunk a kedvére tenni. A regőiek közül is sokan összeszedték a családot, barátokat, munkatársakat, hogy egy kellemes napot töltsenek együtt főzéssel, beszélgetéssel. Igazából faluba kettő komoly rendezvény van, az egyik az a falunap, amelyik egyben van a veterán találkozóval, másik pedig ez a főzőverseny, amelyik augusztusban kerül most már 13. alkalommal megrendezésre, és természetesen mi mind a kettőnek nagyon komoly támogatói vagyunk. A falunak az a lényeg, hogy egy összetartozó közösség legyen, és ebben mi támogatjuk természetesen a falu lakosságát, mint a legnagyobb munkáltató a regői községben. És ezt nem szabad abba hagyni, tehát a hagyományokat őrizni kell, és a hagyományokat tovább kell vinni. Mi a cég emberével szoktunk általában főzni, és a barátainkkal, és általában pörkölt és tárcsás sús készül. Mi sokáig versenyben is főztünk, de úgy döntöttük, hogy inkább a csapatépítés az nekünk nagyon fontos, és továbbra is inkább versenyen kívül. Tehát az, hogy jó hangulat legyen, jól érezzük magunkat, jól legyen a közösség, természetesen ez a lényeg. Mi egy olyan 20-25 fős társaság vagyunk, hát általában olyan jó fele tud ilyenkor megjelenni, mert azért vannak családi programok, nyár van, nyaralás, ezért nehéz összeszedni ilyenkor a társaságot, de a kemény mag itt van. A csapatok között bőven akadtak olyanok, akik évről évre visszatérő vendégek a rendezvény alkalmával. Szekszárdról érkeztünk, Regőj nagyszüleimnek a szülőfaluja, és azért szeretünk idejárni. 3 éve már körülbelül Józsi barátom mindig hív minket, mint rendező. Nagyon jó a társaság, sokan főznek, most is közel 40-en állnak a bográcsok a sütők mellett, és hangulatos. Nagyon jó. Általában családostól, általában én sütök is valamit, és főzök is. Tehát két kategóriába szoktam indulni. Inkább a sütés nekem ami fekszik, de szeretem a főtteket, pörkölteket, halásztét főztem most. Most lett egy sült keszeg, rántott lecsóval, és mellé egy levelen sült el, egy ősi magyaros étel. Kamencébe sütötték régen, de én megpróbáltam tárcsán megcsinálni. Amíg a bográcsokban, tárcsákon készültek az ételek, addig a színpadot kulturális programok sora töltötte meg. A kezdeményezés több mint egy évtizedes fennállása is árulkodik arról, hogy kellemes környezetbe, baráti fogadtatás mellett szívesen térnek vissza a vendégek Regőibe. Nagyon szeretjük, minden évben itt vagyunk szinte. Ilyen Szekszárdra jöttem, mert ugye a sógorom nevezett be, és ő regői amúgy, és azért vagyunk itt. Családias a légkör igazából, és szeretünk ide jönni. Szeretjük Regőit. Az előző főzőversenyek alkalmával már jól összeszokott 3-tagú zsűri bírálta idén is a Regőiben elkészült ételeket. 38 étellel neveztek a versenyzők, ez két kategóriában történt, bográcsos ételek, illetve egyéb kategóriában, amiben bármit elkészítetett, sőt, húsokat, egyebeket. Elég sok pörkölt készült, nagyon nehéz volt a döntés, mert tehát sok volt vegyesen, volt birkapörkölt, sertéspörkölt, vadból készült pörkölt, tehát vadpörköltek, aztán volt nyúlpörkölt, tehát nagyon sok fajta volt a kínálat, de azok mellett meg
megjelent a hal is, mint halászlé, illetve volt olyan ételünk is, ami más módon készült, kicsit eltérően a hagyományostól, illetve megjelentek a különleges levesek is, akár egy csülkös babgulyás keretében, vagy éppen egy vándorleves, ami újdonság volt, és kellemes csalódást okozott nekünk, illetve volt köcsögös bab is. Nem voltak nagy pontkülönbségek, ezért volt nehéz a döntés, mert annyira együtt pontoztunk, hogy itt a végén hát volt olyan, hogy egyforma pontok voltak, és tehát nagyon át kellett gondolni, de így visszagondolva visszanéztük a képeket, készítettünk közben fotókat is, mert ugye nagyon sok étel készült, illetve megbeszéltük, hogy mik voltak a hiba lehetőségek, és kizárásos alapon jutottunk arra a döntésre, ami meghozta ezt a mai eredményt. A végeredmény valóban nagyon szoros pontozás mentén született meg. A zsűri a 13. regői hagyományőrző főzőverseny legjobb bográcsos ételének a már említett vándorlevest ítélte, míg az egyéb kategóriában a legjobb étel a rántott lecsóval tálalt sült keszeg lett.